Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba. Ezzel a Németh László idézettel köszöntötte Plósz Csilla minden aktív és nyugdíjas pedagógus kollégáját, a gyémántcsiszolókat. A mai estén a pedagógusok a művészeti iskola nevelői, tanárai fognak hangversenyt adni a városi érdeklődő közönségeinek, illetve a meghívott pedagógus kollégáknak. A kollégák úgy választottak műsort, ami egyrészt nekik is tetszetős és vidám műsorok. Mindenféle stílus megtalálható majd a mai programban. A klasszikus zenétől kezdve a könnyű zenén át a részfogós muzsikáig, az ének, tehát mindenféle műfaj és mindenféle stílus fel fog majd csendülni a mai hangversenyen. Az ünnepi műsorban felléptek a magánének tanszak főtanszakos tanulói és a magánének tanszak kamarazenei csoportjai Házi Sárai Mária vezetésével. Gitáron játszott Házi Róbert Csaba, Sranc Máté zongorán Chopin darabot játszott, majd Székelyné Szabados Anna Mária tanárnő hegedű játékát kísérte. Zongora, ugye, mert az szóló hangszerként is fog megszólalni, illetve a különböző hangszereseket is a zongorista fogja kísérni, tehát a zongora az majdnem minden műsorszámban ott lesz, illetve mindenféle hangszercsaládból megszólalnak a hangszerek. Rabzita Mónika Haydn darabot játszott zongorán, majd Urbánné Tóth Klára tanárnő cselló játékát, majd Dudás Enikő tanárnő vibrafon játékát kísérte. A hangverseny végén nagy tapsot kapott a Csetreki Imre, Márki Zoltán, Sós Pál és Parázsó Gábor alkotta együttes, akik népszerű dallamokat adtak elő.